Nem csak a versenyzők, hanem a Graboplasz Győri Vízisport Egyesület telephelye is készül már a következő idényre. A csónakháznál láthatóan jól halad az építkezés, mely segít még élhetőbbé tenni az edzések előtti és közötti időszakot. A versenyzők ugyanis már kinőtték a korábbi 4 öltözőt, és már lassan az egész telepet. Épül egy új szárnya a csónakháznak, amiben egy több mint 200 négyzetméteres új kondicionáló terem alakul, és ami a legfontosabb, mert hála Istennek nagyon sokan vagyunk ebben az egyesületben, több mint 350 utánpótláskorú versenyző és mintegy 100-150 masters, illetve sárkányhajós tölti itt a napjait. 5 darab új öltözőnk lesz, ami úgy gondolom, hogy már ki fogja szolgálni azt a nagy mennyiségű, nagy tömegű embert, aki nap mint nap itt megfordul. Évek óta fennáll ez a kellemes probléma, hogy helyszűkében vannak az egyesületnél. Ha minden jól megy, akkor már nyár elején birtokba vehetik az új épület szárnyat. Duplájára nő az öltözői kapacitás. De nem csak az a lényeg, hanem az is nagyon fontos, hogy ez egy új létesítmény lesz. Egy kulturált körülmények közé hozzák a szülők, még inkább a gyerekeket hozzá kell tennem azt, hogy eddig is azért a mi csónakházunk, kijelenthetem, hogy az országban az egyik legtisztább és a legjobban felszerelt csónakház volt, de mi is vagyunk a legnagyobb egyesület, tehát ezért muszáj volt ez a fejlesztés. A kiemelt sportágak közé került kajak-kenu legeredményesebb utánpótlás nevelő egyesülete, így tovább növelheti a sportolók komfortját. Az építkezés még javában tart, a szakosztályvezető azonban már tudja, mi lesz a következő lépés. Én teljesen elégedett vagyok, ha ez megvalósul, és majd a következő években még egy lépést meg tudunk tenni itt a mellettünk levő csónakházon egy új hajótárolót, mert az most az lett a legnagyobb problémánk. Azt látszik itt mögöttünk is, hogy hajóink a szabadban vannak, és ezek azért sok millió forintos hajók is sajnos néha kikerülnek. Tehát én azt hiszem, hogy ha azt még meg tudjuk valósítani az elkövetkezendő években, akkor tényleg egy olyan objektum lesz itt, ami hosszú évtizedekre megmutathatja mindenkinek, hogy így kell működtetni egy szakosztályt. Az idén másodszor is az év műhelyének választott győri kajakkenusok számára ezekkel a tervekkel így hosszú távon tudják biztosítani a megfelelő körülményeket az edzésekhez is.